Mit reggeliztél, Gábor? Grapefruitlevet fogyasztottam az evés előtt egy 35-40 perccel. Igazából nem volt különleges most a reggelim. Ezt nem ma reggel készítettem, de ma reggel hoztam végleges formájára. Igen, egy hetet csináltam, most találtam meg a hűtőben. Igen. Nem, ezt este készítettem. Ennek össze kell érnie a hűtőben. Ez a következőkből készült. Jó kis erdélyi gombás zakuszkát vettem, de ez még nem minden, ugye, mert ez az alap. És ehhez jó kis sült paprikából készült ilyen krémet készítettem. Egy kis ilyen piros paprika krém van benne. Füstött gabonakolbász, ahogy Feri kértem. Úgyhogy ez most én sós... nem kértem a füstött gabonakolbászt. Gábor, te biztos, hogy rosszul emlékszel. Hát a füstölt ízre gondolok, ja, igen. Jó. Kis tornával szívesen tárolnám itt nektek. És de teszteljük gyorsan. Ja, eleget diszkóztatnak. Jó, ez most nagyon feldiszkóztatnak, hogy jöhet. Fantasztikus lesz. Rohadt éhes vagyok, mert az abon be van keverőd, akkor lehet, hogy ez most megint... Igen, az ilyenkor a B-vitamin, egy kis sörélesztő pejhet tehettem volna bele, de most ebből most kimaradt. Éppen akartam mondani, a B-vitaminok miatt. A tormát szeretitek egyébként? Hát abban a mennyiségben, hogy te rátetted, ott bali be fog könnyezni. Most raktál egy fél kilót most már. Igen, kicsit erősebb lesz most ez, de nem baj. És ezt a füstölt krémet fogyasztottam egy kis pórjahagymával, lilahagymával, és egy kis tormával. Hát most ilyen átlagos volt. És mikor iszol? Szól a stopper, egészkor. Hát igazából én ilyenkor már iszom, az autóban is már. Na jó van. Oké, Gábor, jó volt szerintem tartalmasod. Hozhatok karobkrémet legközelebb nektek? Micsoda? Karobkrém nélkül sehova, ne hülyes kérdez. Mindent hozzá. Maradt még ebből a zakuszkiból valami? Igen, hoztam azt itt, hogy ne, ő a szlovák filharmonikusoknál van. Jó, melyik nagyon-nagyon finom.